És hogy Emily említette, akkor Weyer Balást kapcsoljuk a Music Hungary Szövetségnek az elnökét. Jó reggelt kívánok, szia Balás, köszönöm szépen, hogy így velünk vagy. Jó reggelt! Hát ugye te is exponáltad magad nem egyszer, többször ugye éppen a koncertek, zenei rendezvények apropóján, de amit ugye utoljára hallottunk tőled, olvastunk tőled gondolatot, ebben egy számunkra is egyébként egy meglepő, vagy mondhatnám azt, hogy meghökkentő statisztika szerepelt. Ez egy valós adat, hogy csak Magyarországon 52 ezer koncert, zenei esemény, rendezvény maradt el az elmúlt egy évben? Igen, hát meg is fordíthatom, és akkor talán még többet mondta, hogy 8 ezer koncert volt megtartva tavaly. Egy évben 60 ezer koncert szokott lenni. Egy normál évben ez viszonylag egy kiszámítható adat. Igen, ez azt jelenti, hogy 87%-a a koncerteknek elmaradt. Ebből rögtön azt a következtetést is le lehet vonni, hogy ha bele akarjuk a zenészek és a velük mögöttük dolgozók helyébe képzelni magunkat, akkor azt kell elképzelnünk, hogy mondjuk 87%-kal csökken a jövedelmünk egy évnél hosszabb időre most már. Hát azért ez elég nyomasztó gondolat, gondolom mindenkinek. Mivel számol ez az ipar egyébként? Mert oké, hát ugye most még messze nem látjuk azt, hogy a teljes feloldás, a régi életünk mikor lesz 100%-os. Ti egyáltalán számoltok azzal, hogy ebben az évben, ha kis létszámmal, de azért már lehetnek kisebb fesztiválok vagy zenei események? Hát ezzel azért mindenképpen szeretnénk számolni, ugye, mint hogy tavaly nyáron is volt azért valamennyi, de akár még ennél jobbat is ki lehet hozni itt. Ennek a kulcsa az a valamilyen módon a kiszámíthatóság meg a tervezhetőség lenne, ami persze furán hangzik egy éppen a kiszámíthatatlanságáról is híres időszakban, mint a mostani, de az nagyon fontos lenne, hogy a nyitási tervezésnek valamilyen módon legyen része a rendezvények, és azon belül a koncertek sorsa is, mert ezek előkészítést igénylő ügyek, főleg egy nagyobb esemény, vagy akár egy kisebb fesztivál is, az hetek, hónapok előkészítése minimum. Tehát valamit tudnunk kell készülni, valamire tudnunk kell készülni ahhoz, hogy amikor majd lehet nyitni, akkor lehessen is, hogy akkor képesek is legyünk, és ezen rengeteg múlhat. Tehát a nyári szezon a zeneiparnak az olyan, mint a karácsony a kiskereskedelemnek. A tervezhetőség, Balázs, az mit jelentene? Tehát miben várnátok ti a legnagyobb segítséget a kormányzat részéről? A leginkább három dologban. A tervezhetőségben az a számunkra fontos, hogy tudjuk, hogy a nyitásnak az egyéb paramétereihez hogyan fog viszonyulni, hogyan lehet számítani a zeneipari nyitásra. Tehát, hogy amikor nyitnak a teraszok, mondjuk ez egy olyan példa, amit szoktak emlegetni a tervezéskor, akkor lehet-e majd ott zene, vagy akkor már lehet-e tartani kis koncerteket. Mi lesz az oltási igazolványa? Lehet-e oltási igazolványa beengedni embereket koncertre? Lehet-e tesztel majd beengedni embereket koncertre? Hogy viszonyul ez az iskolanyitáshoz? Hogy viszonyul a nyári szezonban mondjuk a szállodák megnyitásához, vagy a vendéglátóipari egységek megnyitásához? Azért fontos ez a mi szempontunkban, mert nem akarok beleokoskodni más szakmák dolgákba, de úgy képzelem, hogy egy éttermet megnyitni, egy teraszt kinyitni, biztos azt is elő kell készíteni, de azért annak talán rövidebb az előkészítése, mint egy fesztivál megszervezésének. Ezért, hogyha nem tudjuk előre, akkor esetleg hiába lehetnek majd kisebb rendezvények, mégse tudjuk őket megtartani, mert nem lesz idő rájuk felkészülni. Ugye ez az egész szektor több milliárdos kieséssel zárta az elmúlt egy évet. Ti azt említettétek még így az elvárhatóság terén, hogy örülnétek annak, hogyha egy 5%-os kulturális áfa lenne Magyarországon. Ez leginkább akkor a zeneipar, tehát ezen a téren érvényesülne, vagy kellene érvényesülnie? Hát nyilván mi elsősorban a zeneipari, tehát egész pontosan az élő zenei, a koncertek jegy áráfájának a csökkentéséért küzdünk, de igen, ez egy most már egy szélesebb értelemben vett kulturális áfáról is szó van. Ebbe akár egy
beletartozhatnak olyanok is, mint mondjuk az e-könyveknek az áfája, uh-huh. ami nem a mi ügyünk, de igen, számomra is furcsa, hogy még ugye a papírkönyvek áfája valóban 5% az e-könyveké, nem? De igen, és van már most ugye sok kulturális termék, aminek az áfája 5%, azt is nagyjából ki tudtuk mutatni, illetve a PricewaterhouseCoopers kimutatta, hogy ennek a nemzetgazdasági hatása is pozitív lenne egy ilyen lépésnek, és ez hosszú távon nagyon sokat segítene abban, hogy vissza tudjon épülni ez az iparág, amelyik hát gyakorlatilag komplett leépült az elmúlt egy évben, és épp ezért az a hosszú távú, de sajnos rövid távon is lesz szükségünk egész közvetlen direkt anyagi segítségre, már mint a most a zeneipari szereplőkről beszélek, mert borzasztó nagy bajban vannak nagyon sokan. Nem tudom, hogy megkérhetlek arra, de hogyha tudsz háttérinfókat, nyilván ebben a pozícióban, amiben te vagy, sokkal több információ jut el hozzád. Néhány cikk már született arról, hogy az idei nagy nyári zenei fesztiválok közül mi az, ami biztos, hogy nem lesz megtartva, de vannak-e olyanok, értesültél olyasmikről, ami esetleg egy kicsit billeg, vagy bizonyos biztonsági intézkedések betartásával, de nagy valószínűséggel megtartható? Tehát hogyan készüljünk a nyári fesztivál szezonra? Jelen pillanatban csak azt tudhatja biztosan, hogy mi lesz, aki már lemondta a saját rendezvényét, tehát aki nem lesz. Aki tervezi, hogy megtartja, az nem tud, aki tervezi, hogy megtartja, az nem tudhatja biztosan, hogy képes is lesz erre. Ugye most még az az időszak van, ugye ezt tavaly is átértük, hogy próbálják egyre későbbre tologatni a fesztiválok a nyárban a saját rendezvényüket, mert mindenki úgy érzi, hogy minél későbbre hirdeti meg, annál nagyobb esélye van arra, hogy meg is tudja tartani. De biztos még senki nem lehet benne, és abszolút elfogadjuk, hogy rengeteg bizonytalanságot rejt ez a helyzet. És azt is, hogy nem feltétlenül az élőzene az első, hanem nyilván az, hogy menjenek az oltások, mindenki oltassa be magát, fő az egészség, ugye, ahogy nagyszüleink mondták. Hát ez így van. Balázs, bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak már lejárt az időnk. Ugye itt a nézőink... Ne, semmi baj, hát nem, te nem látod a visszaszámlálónkat. Szerintem azért ezt a témát mi még folytatni fogjuk itt bent a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm.